Farkas Sándorhoz közel 14 éves barátság köt, amely barátság során számos olyan rendezvényen, fórumon lehettem Farkas Sándor vendége, ahol az agrárium szereplőivel találkozhattunk, ahol meg tudtuk vitatni azokat az aktuális problémákat, amely ma a magyar agráriumot, a magyar mezőgazdaságot sújtja. Én azt gondolom, hogy Farkas Sándor nem csak mint országgyűlési képviselő, hanem mint az agrárium egyik szereplője óriási nagy eredményeket ért el az elmúlt időszakban, és azt, amit Fábián Sebestyénben fölépített, akár a gazdasága vonatkozásában, akár a lovas élet vonatkozásában óriási nagy eredménynek tekinthető, és úgy gondolom, hogy példaként kell, hogy szolgáljon sok magyarországi agrárvállalkozó szemében, hogy miként lehet lépésről lépésre egy komoly gazdaságot felépíteni, miként lehet egy komoly gazdaság révén egy olyan ágazatba, mint a lovas ágazatba komoly forrásokat investálni, és miként lehet egy olyan kis ékszerdobozt felépíteni, mint a Fábián Sebestyényi Lovascentrum. Én úgy gondolom, hogy a térség érdekeit a parlamentben maximálisan képviselte, a térségi gazdálkodók hangja mindig eljutott. Óriási nagy érdeme van abban, hogy az országgyűlés megszavazta a termálvizek visszasajtolásának eltörlését, és azt, hogy a termálkertészettel foglalkozó gazdálkodók olyan versenyhelyzetben kerültek ma Magyarországon, hogy a holland, a spanyol kertészekkel fel tudják venni a versenyt. Én minden választópolgárnak jó szívvel ajánlom, szavazzanak Farkas Sándorra. Tisztelt magyar választópolgárok! Az önök erőfeszítéseinek köszönhetően Magyarország ma jobban teljesít. Összefogtunk és legyőztük az évszázad árvizét. Beindítottuk a gazdasági növekedést és csökkentjük a rezsiköltségeket. Sok még a teendőnk, de közösen nagy dolgokat vihetünk véghez. Fejezzük hát be együtt, amit közösen kezdtünk el. A választás igazi tétje, hogy tovább tudunk-e menni a megkezdett úton. Bízom abban, hogy lehetőséget kapok önöktől a térség képviseletére. Szentestől Mindszentig, Csongorától Szatymazig, a térségben élőkért dolgozni a Magyar Országgyűlésben nagy megtiszteltetés és felelősség. Kérem, támogassa a Fidesz KDNP jelöltjét. Magyarország számít önre. Készült a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a KDNP megbízásából.